a szezon utolsó madárgyűrűzésén vett részt a kiskörösi óvodák Körisfa utcai óvodájának két csoportja október 4-én. A napsorán a gyerekek a szűcsi erdőbe látogattak el, ahol különböző madárfajokat ismerhettek meg közelebbről. Lehetőséget kaptunk a mai napra, hogy a Maci és a Katica csoport kilátogassanak a óvodából a Szűcsi Erdőbe. Madárgyűrűzést tekinthettünk meg a gyerekekkel, többféle madárfajt is megismerhettek, és simogathatták őket, elengedhették. Nyilván erre készültünk már a korábbi napokban, és továbbá is folytatni fogjuk a, a témát az óvodában, csoportokban. Lehetőségünk volt, hogy lovaskocsival látogassunk ki, Fazekas Tamás hozott ki minket Lovaskocsival a Szűcsi Erdőbe. Az esemény során a gyerekek találkozhattak több a városunkhoz közel elhelyezkedő erdőben honos madárral, melyeket biztonságos körülmények között a gyűrűzést követően ők engedhettek szabadon. Nagyon sokféle madárfajt szoktunk fogni, főleg ebben az ősz időszakban, egy 20-25 fajt biztosan. A leggyakoribb erdei madárfajok szoktak ilyenkor a hálóba kerülni, az ide látogató óvodás-iskolás csoportok is velük szoktak megismerkedni csak egy-két példát mondjak, a vörösbegy, vagy akár a barátposzáta, olyan, amely ugye akár tényleg az ide látogató egyszerű turista is szabad szemmel is találkozhat vele, tehát nem feltétlen kell hozzá befogni. A madárgyűrűzés szeptember 22-én vette kezdetét. Először elhelyezték a speciális befogóhálókat, melyeket óránként ellenőriznek. A madarakat egy vászonzsákba viszik be a táborhelyre, majd meggyűrűzik őket. Magát a madárgyűrűzést egyébként egy ilyen speciális madár befogó háló segítségével végezzük. Ezekben a hálókba belerepül a madár, óránként ellenőrizzük ezeket a hálókat, és utána itt egy ilyen vászonzsákban hordjuk be a táborhelyre. Az ide látogatók, tehát nem csak a gyerekek itt tudják megtekinteni magát ezt a tevékenységet, ami utána következik, miután a madarakat meggyűrűztük. Albert Amina óvónő elmondta, hogy a program előtt már elkezdték a gyerekekkel megismertetni a környezetünkben honos állatokat, valamint növényeket is. Próbáltuk ugye a fák és madarak világnapjához kötni, ugye az állatok világnapjához kötni mindezt, erről részletesebben beszélni a gyerekekkel, hogy nálunk milyen madarak találhatók, milyen fák, és ugye ezt mind összekapcsolni az őszi témákkal, hogy az ősz, ősznek milyen színei vannak, leveleket gyűjtöttünk a gyerekekkel, képeket nézegettünk különféle madarakról, amik nálunk megtalálhatóak, és ugye a fák a típusait is áttekintettük. A madárgyűrűzési időszakban több kis körösi bölcsöde, óvoda és általános iskola diákjai látogattak el a Szűcsi erdőbe, mely a jövőben is látogatható lesz.